Hengerfej tömítést cserélje egy 4 hengeres motoron. Jó reggelt! Ma megmutatom, hogyan lehet egy hengerfej tömítést egy 4 hengeres motoron változtatni. Először hagyjuk teljesen lefűni a motort. Most le kell húznunk az akkumulátort. Milyen eszközökre van szükségünk, most megmutatom. Szükségünk van egy szabványos bitkészletracsnis, nyomatékulcs, gumisisak, forgásszögszelvény és csiszolópapír. Most lebontjuk a motor fedelét. Most eltávolítjuk a légszűrődobozt. Ne felejts el felvenni a kesztyűt. Ezután eltávolítjuk a motorhoz csatlakoztatott hűtővíztömlőket. Most eltávolítjuk az összes elektromos kábelt a motorról. Az ezt követő tájolás érdekében ajánlom a kábeleket és a nyílások színes megjelölését. És most le kell réteni a motorolajat. Ehhez egy tartályt helyezünk az olajsapka belsejébe és kinyitjuk a csavart. Most eltávolítjuk az üzemanyagellátást és visszatérünk. Jelöld ezeket színben is. Aztán tegyük ki az injektáló rendszert. Most szétszereljük a kipufogó csonkot a motor elején. Ideális a csavarok kinyitása a középponttól a külvilág felé. Ezután szerelje fel a kipufogó gyűjtőtartót az elülső zár szerkezethez egy húzallal. Most helyezünk el egy ajzatot a motor alatt és rögzítsük a motort. Most nyitjuk meg a motorháztetőt a bal felső sarokban. Ezután kinyitjuk a felső fogazott övfedelet. És most eltávolítjuk az alsó fogazott övborítást. A feszítő görgő mögött még egy csavar van, amit el kell távolítanunk. Ehhez kapcsot találok anyával, és jobbra fordítom a feszítő görgőt, és megjavítom.
Most eltávolíthatjuk a csavart. Most távolítsuk el a főtengely szilitárcsát. Kérjük, csak megfelelő szerszámokat használjon. Most eltávolíthatjuk a fedelet. Most fordulunk jobbra a főtengelyen, amíg a TDC-jel látható. Győződjön meg arról, hogy a sebességváltó semleges állásban van. A TDC jelölés eléréséhez a cumit a főtengely alján lévő nyíllal kell összehangolni. És a fenti ott jelzést a bükkös tengely pattanások nyíljával kell igazítani. Most lazítsuk meg a feszítő görgőt. És most lefelé húzzuk az időzítő szalagot. Ezután eltávolítjuk a motor rögzítését. Most távolítsuk el a szelepház fedelét. Ehhez a központból kiindulva kinyitom a csavarokat. Először egy negyed fordulattal kezdem, majd egy teljes fordulattal, majd egy teljes fordulattal, és végül mindegyiket lecsavarom. Most leveszem a szelep fedelet. A fedélen lévő tömítést mindig cserélni kell. Mielőtt leszereljük a hengerfejet, el kell távolítanunk a termosztát házát. És most eltávolítjuk az olajpálcika csavarját. Most húzzuk le a földelő vezetéket az injekcióból és végül a motor hátulján lévő jelkábelt.
végül elkezdhetem eltávolítani a hengerfej csavarjait. Ehhez a terven feltüntetett sorrendet be kell tartani. Ebben a sorrendben a hengerfej meg van húzva. Fordított sorrendben a hengerfej felengedett. Most ezzel az anyával kinyitom a hengerfejű csavarokat. Most óvatosan húzza ki a csavarokat a hengerfejből. A hengerfej lazításához javaslom, hogy óvatosan kopogtassak egy gumiütközővel. Felemeljem a hengerfejet a szívócsővel. Ez az, amit egy motorblokk belül néz ki. Most eltávolítom ezt a hengerfej tömítést, és újra telepítem ezeket, mivel csak a változást szimulálom. A hengerfej szétszerelése után egy munkaasztalra fordítom, és a felületet csiszoló papírral kezdem csiszolni. Vigyázat!
Kérjük, soha ne használjon csiszolópapírt 120 grit alatt. Ezt megelőzően ellenőrizzük, hogy a szelep csapágy felületén megrepedte. Ha a repedések 0,5 mm-nél kisebbek, a hengerfej még mindig használható. A csiszoláshoz először nedves használathoz és hagyományos motorolajhoz használom a csiszolópapírt. Először 400 grit csiszolópapírt használok. Ha a szennyeződést nem lehet 400-as szemcsézettel eltávolítani, 240-es szemcséket használok. Vigyázat! Kérjük, soha ne használjon homokos papírt 120 szemcse méret alatt, ellenkező esetben a felület megsérül. Most finomabb csiszolópapírt használok a felület simításához. Így kell kinéznie a felületnek. Most használok egy hajszalagot, és ellenőrizzük a hengerfejet, ha a túlmelegedés miatt elakadt. Ehhez egy 0,1 mm vastagságú mérőlapot kell venni, és ellenőrizni kell a hengerfejet. Ha a mérőlap az uralkodó alatt bármely pont alatt elcsúszik, akkor a hengerfej ebben a pontban elhajlik. A 0,1 mm-es tűrés határ túllépték. Kérjük, ne szerelje fel többé a hengerfejet, de először azt egy speciális cég csiszolja. Most kezdjük a motorblokk csiszolását. Mielőtt eltávolítjuk a hengerfej tömítést. Most forgatják a főtengelyt, amíg a henger dugattyúi ugyanolyan magasságban vannak. Most behelyeztem a ruhákat a palakokba, hogy ne kerüljön szennyeződés.
Most elkezdem bőrölni. Soha ne használjon csiszolópapírt 120 szemcse méret alatt a motorblokkon. A bemutatóhoz csak a motor fele fel van hurokva. Kérjük, fejezze be a motort. A tartó felületnek zsírnak és pormentesnek kell lennie. Ehhez féktisztítót használok. Itt láthatod balra, hogy kell és a jobb oldalon, hogy hogyan ne legyen. Most visszatesszük a motort. Előzetesen meg kell tisztítani a motorblokkban lévő lyukakat. A menetes lyukakon nincsenek olajok vagy zsírok, ellenkező esetben a lyukak megszakadhatnak, amikor a hengerfej csavarjait becsavarják. A tisztításhoz féktisztítót használok, és a lyukakba szórják. Most egy kompresszorral fújjuk ki a lyukakat. És most új hengerfej tömítést veszek fel, és a motorblokkra teszem. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tömítésben lévő lyukak megfelelnek a központosító csapoknak. Amint láthatjuk, a henger dugattyúi mind ugyanolyan magasságban vannak, így amikor a hengerfejet leeresztik, a szelepekkel ellátott dugattyút nem tudnak összeomlani. Vigyázat! Kérjük, kenje meg a hengert olajjal úgy, hogy ne keletkezzen károsodás. Most felemeltem a hengerfejet. Ügyeljen arra, hogy a fej tökéletesen illeszkedjen. Aztán az új hengerfejű csavarokat a motorblokkba helyeztem. Vigyázat! Csak új csavarokat használjon. Először csavarjuk be az összes csavart egy kicsit kézzel szorosan, majd azt a sémát szerint, amivel megmutatom ugyanazt. Kérjük, ne felejtse el,
hogy a szelep fedél tömítésének csapágy felületét is meg kell tisztítani. Most elkezdem húzni a hengerfej csavarjait ennek a sémának megfelelően. A csavarokat 4 szakaszban húzzák meg. Vigyázat! Kérjük, kérdezze meg műhelyében, vagy olvassa el az interneten, milyen nyomatékokat használhat a motorhoz. Az első szakasz, amivel 40 Nm tettem fel, a második lépcsőben 60 Nm tettem fel, a harmadik szakaszban egy negyed fordulón át megszakítás nélkül, a negyedik szakasz pedig ismét egy negyed fordulattal újra megszakítás nélkül. Egy nyomatékulccsal kezdem az első fokozattal, 40 új mérőórával. Ugyanakkor megjegyzem a vázlatot a rendszerrel. Most a második fokozattal kezdem, 60 Nm-rel. És most a harmadik lépéssel kezdem, a negyedik fordulóban. Ehhez használom ezt a forgási szögmérőt. Most beállítom a forgási szögmérőt nullára. Most egy negyed fordulatot fordítok 90 fokkal szünet nélkül. Tehát most az összes csavart a rendszer szerint raktam fel. Ezután a negyedik és így az utolsó lépéssel kezdem, egy másik negyed fordulattal szünet nélkül. Kérjük, fecskendeze be az olajat a bütykös tengelyre, hogy az első motor lágy legyen és alacsony legyen. Most a szelep burkolatot a hengerfejre helyezzük az új szelep fedél tömítéssel. Most csavarjuk vissza a csavarokat kézzel szorosan,
Ezután a csavarokat a gyártó előírása szerint csavarjuk be a megfelelő nyomatékkal. Hogyan cserélhetem ki a szele burkolat tömítését a másik videóimban? Csak nyomja meg a kártyát a jobb felső sarokban. Most forgatjuk a forgatyút, amíg az ott jel egyben nem esik. A pattanásnak a nyíllal kell szembenéznie. Most kezdjük el felhelyezni az időzítőövet. Ha ismét használja a régi időzítő szalagot, akkor vegye figyelembe az utazási irányt. Mielőtt felszereljük a fogazott szíjat, újra be kell csavarnunk a motortartóba. Vigyázat! Kérjük, csavarja be a csavarokat menetes tömítéssel. Például a cipe. Most rögzítem az időzítőövet. Kérjük, óvatosan ügyeljen arra, hogy a fogakat ne sérüljön meg az öv. A feszítőtárcsához kérjük, vegye figyelembe, hogy a villa körül a csavart, hogy a feszítő hüvely el tudjon terjedni. Most húzzuk meg a feszítőt, ügyelve arra, hogy a nyíl a villa felé nézzen. Most ellenőrizzük az ott jelzést.
Ehhez két teljes fordulatot kell fordítanunk jobbra a főtengely alján, és újra ellenőrizzük a TDC jelzést. A pattanó a nyillal ellentétben állami, és a nyillal ellentétes fülbevaló. Ott jelünk helyes, és most már folytathatjuk a motor összeszerelését. Most helyezze vissza az alsó, majd a felső fogazott övtartót, és csavarja szorosan. És most megint meghúzok az olajpálcát. Most ismét összekapcsoljuk az összes olyan érzékelőt, amelyet színekkel jelöltünk. És most újra meghúzok a termosztátot. Kérjük, használja a megfelelő nyomatékokat. A tippem mindig használjon egy új termosztátot egy új tömítőgyűrűvel. Ezután újra csatlakoztatjuk az összes tömlőt. Most ismét meghúzok a befecskendezők földelő vezetékét. És most összeszereljük a folytószelepet, és újra felakasztjuk a folytószelepet. És most csavarjuk vissza a légszűrődobozt a folytószelepre. Remélem, segítettem neked, és nagyon sok munkát szeretnék. Jogi nyilatkozat, nem adok garanciát vagy garanciát a bemutatott munkák helyességére és teljességére vonatkozóan. Kérjük, kérjen egy engedélyezett szerelőt, mielőtt egyedül próbálna javítani. A sérülések elkerülése érdekében mindig tartsa be a jogi biztonsági előírásokat. Köszönöm. Viszontlátásra.